Ahhoz, hogy kirándulásaink során ne csak bolyongjunk össze-vissza az erdőben, hanem céltudatosan eljussunk A-ból B-be, arra delegált szervezetek turista utakat jelölnek ki. Ezen kijelöléshez jól láthatóan, követhetően, felismerhetően előre szabályozott keretek között turista jelzéseket alkalmaznak, melyeket a fatörzsekre, sziklákra vagy táblákra festenek fel. Ezen jelzések teszik követhetővé és megkülönböztethetővé a különböző turista utakat. Magyarországon egységesen 1930 óta alkalmaznak egységes jelrendszert a turista utak jelzésére. Ez a jelzésrendszer tulajdonképpen 4 alapszínből és 11 különböző formából épül fel. Természetesen ahhoz, hogy tájékozódni, illetve utonat tervezni tudjunk, ezen jelzéseket és túra útvonalakat megtaláljuk a turista térképeken is. Fontos tisztában lennünk azzal, hogy a turista térképeken Magyarországon minden jelzést piros vonallal jelölnek a térképen, és a turista jelzések színét, illetve formáját egy-egy betűvel és a forma különböző grafikájával jelölik a piros vonal mentén. Azaz egy kék turista jelzés, az a térképen a piros vonal mentén egy K betűvel, azaz kékkel fog jelölődni, plusz mellette a grafika, hogy milyen turista jelzésről van szó. És ha már forma, akkor ugye, ahogy említettem, 11 különböző formából adódnak az alapvető turista jelzések össze. A legtöbbször előforduló turista jelzés a sáv jelzés, ami egy vonalból, vízszintes vonalból áll. Ezek tulajdonképpen a legforgalmasabb, úgymond főútvonalak, melyeknek a színjelzése az országos, illetve területi jelentőségét is jelzi. A kék az országos jelzésű, piros a megyei és regionális, míg a sárga és a zöld pedig területileg kiemelt sávjelzéseket takarják. Ezek mellett sűrűn találkozhatunk még a kereszt vagy plusz jelzésekkel is, amelyek ezen főbb útvonalakat, a sávjelzéseket kötik össze vagy keresztezik. Gyakran találkozhatunk még háromszögjelzéssel, ezen jelzések általában egy hegycsúcsra vagy kilátóra visznek föl, míg az L forma a romokhoz vagy történelmi emlékhelyekhez visznek el minket. A négyzetjelzés lakott területre vagy közlekedési útvonalakhoz visznek el minket. Fontos jelzés még túrázók számára a teli kör, amely forráshoz vagy ivókúthoz vezet általában. Kiegészítő jelzések közé tartozik még a patkó, vagy ilyen háromért kör alakú jelzés is, ami tulajdonképpen olyan túraútvonalakat jelölnek, amelyek önmagukba érnek vissza, tehát körútvonalak. Ezen főbb jelzések mellett számos tematikus túraútvonallal és túraútvonal jelzéssel is találkozhatunk az erdőben, melyek száma napról napra gyarapszik, úgyhogy ezekről előre érdemes tájékozódni a különböző természetjáró oldalakon vagy applikációkon keresztül.